Vendégek, polgármesteri tájékoztatóval kezdjük a testületülésünket. Szeretnék beszámolni az elmúlt egy hónap, a legutóbbi testületülés óta történt fontosabb fejleményekről, a kerületet érintő döntésekről. Mindenek előtt jó hírrel szeretném kezdeni. Nemrégiben az önkormányzat több Európai Uniós pályázat nyertese lett, amelyek jelentős forrást, plusz forrást biztosítanak az önkormányzat fejlesztési céljaihoz. Szeretném arról tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a KEOP pályázaton, amely az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célozta, 7 intézményünk szerepelt sikeresen. Az Zrínyi Miklós Általános Iskola a Kucorgó téren 226 millió forintot kapott az energetikai korszerűsítésre, amelyet az önkormányzat még további 40 millióval egészít ki. Így a következő év folyamán 2014-ben itt egy 266 milliós fejlesztést tudunk megvalósítani, amelynek tartalma lényegét tekintve a következő: hőszigeteljük a homlokzati falakat, kicseréljük a homlokzati nyílászárókat, szigeteljük a lapostetőt, a teraszt, lecseréljük a radiátorokat, korszerűsítjük a kazánházat. Ennek a beruházásnak köszönhetően ennek az épületnek nem csak a külseje, hanem a belseje és az energiafogyasztása is jóval kedvezőbb lesz. Azt hiszem, hogy a következő tanévet minden bizonnyal reméljük, már egy megszépült épületben kezdhetik a zrínyis diákok. Szintén támogató döntést kapott a Naplásúti orvosi rendelő fejlesztése kapcsán benyújtott pályázatunk. Itt egy kisebb volumenű pályázati körről volt szó, kisebb forrás lehetett elnyerni, kisebb épületről is van szó természetesen. Az elnyert támogatás 25 millió forint, amelyhez az önkormányzat a pályázatában még további 4,5 milliót vállalt, így itt összességében egy 29,5 millió forintos projekt kapott támogatást. Ez a döntés most végre, ugye korábbi kérdésekre is választ ad, miszerint Ákos Csaba Újtelep egészségügyi ellátását, az itt lévő alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat milyen módon rendezzük. Azzal, hogy ez az épület uniós forrásokat kapott, azzal lényegét tekintve eldőlt ez a kérdés, hogy a továbbiakban a funkciót megtartjuk, és a Naplásúti orvosi rendelőben fogjuk kialakítani teljes körűen a gyermekorvosi szolgáltatást. És ez kapcsolódóan pedig saját forrásból pedig a diadalút 40 szám alatti korábban idős gondozás céljára szolgáló épületben fogjuk kialakítani a felnőtt orvosi, háziorvosi szolgáltatást. Erről egyébként képviselőtestület számára előterjesztést készítünk, amelyet decemberben fogunk tárgyalni. Tehát jövő évben Rákos Csaba Újtelep egészségügyi ellátásra láthatóan és reméljük, hogy minden szempontból kézzelfoghatóan nagyot fog javulni. A pályázatok sorában egy harmadik pályázat is sikerrel járt, ez pedig az AROP pályázaton belül egy szervezetfejlesztési projekt, amely az önkormányzati közszolgáltatások minőségének javítását, a szervezet működésének fokozását célozta. Itt az önkormányzat 40 millió forintot kapott pályázati úton. Mire költhetjük ezt a 40 millió forintot? Csinálunk először is egy átfogó lakossági elégedettségmérést, azt követően pedig szeretnénk felülvizsgálni az iskolák működtetésének kialakított rendjét, ugye ezt a tavalyi év végén, az idei évtől úgy alakítottuk, hogy a Rákosmente Kft-n keresztül működtetjük az iskolákat, ezt a kapcsolatrendszert, aminek szereplője az önkormányzat, szereplője a Rákosmente Kft, illetve a CLIC, a Klebersberg intézményfenntartó központ, ezt fogjuk átvilágítani és szeretnénk ezt optimalizálni. De ugyanúgy része ennek a pályázatnak egy informatikai alapú beszerzés, szeretnénk az előterjesztéseknek az elkészítésének a rendjét, a munkafolyamatot magát optimalizálni, erre egy szoftvert fogunk készíteni, hogy ez még flottabbul menjen, és több olyan képzést is szeretnénk ennek a pályázatnak segítségével megvalósítani, amely azt teszi lehetővé, hogy magasabb szintű kiszolgálásban részesüljenek a hozzánk fordulók. Ez a három pályázat, tehát összességében, amely múlt hét folyamán lett nyertes, 291 millió forintot jelent az önkormányzatnak plusz bevételként. Ha ezt hozzáadjuk
a térközpályázatokon elnyert 226 millió forintot, akkor azt látjuk, hogy ez egy elég termékeny össz, úgy néz ki, hiszen most már több mint 518 millió forintot nyertünk ezen az őszön, ami az önkormányzat számára, és remélem, hogy az itt lakó 27 ezer ember számára hasznos és jó fejlesztést fog jelenteni. Az elmúlt egy hónap fontosabb eseményei között mindenképpen kiemelést érdemel az, hogy október 25-én itt járt Németh Lászlóné fejlesztési miniszter, akivel átadtuk a főtér mellett álló 10 emeletes felújított házakat, társasházakat. Ugye ez az energetikai jellegű beruházás közel 400 családnak jelent jelentős megtakarítást a rezsi kiadásokban, amely részben ugye adódik az általunk végzett beruházásból, az ablakcserékből, a külső homlokzati szigetelésből, és természetesen ez kapcsolódik a kormányzati rezsicsökkentési program. Azt hiszem, hogy egészen biztosan mondhatom, hogy felére, minimum felére fog csökkenni a rezsikiadás ezekben a házakban, és mellett azért hozzateszem az esztetikai javulás is azért eléggé fontos és szemmel látható. Ehhez kapcsolódóan egyébként miniszterasszony ellátogatott a Betlen óvodába is, ami egy büszkeségünk. Ugye azt gondolom, hogy Magyarország egyik legkorszerűbb óvodája, a Betlen Movi, megújuló energiaforrásokkal működik, és azt hiszem, hogy egy rendkívül jó szakmai közösség is dolgozik ott. Ezt láttam, azt a kormány tagja is. Szeretném hozzátenni még azt, hogy az épületek között, az említett társasházi épületek között jelenleg is zajlik a zöld felület felújítás. Szeretnénk azt a területet is rendbe rakni. És megtörtént múlt hét, vasárnap hétfő kert folyamán a szomszédos úthálózatnak is a felújítása. A piacot körülbelül szervizutat az önkormányzat saját költségére felújítatta, egy új koporréteget alakított ki, és szintbe hozta a csatorna fedeleket. Tisztelt képviselő testület, a továbbiakban szeretnék még tájékoztatást adni egy olyan intézkedésünkről, amely azt hiszem, hogy talán figyelmet érdemelt. Az elmúlt napokban, egész pontosan kedden rendkívüli bérlemény ellenőrzést folytattunk le az önkormányzat tulajdonában álló garzonházakban, a Pesti út 27 és 29 szám alatt lévő házakban. A rendkívüli bérlemény ellenőrzés joga, és mondhatom, hogy kötelessége is az önkormányzatnak, azt szerettük volna tisztázni, hogy azok laknak-e ténylegesen ezekben a lakásokban, akik papír szerint, bérleti szerződés szerint lakhatnak. Nagyon sok lakásról van szó, ugye több mint majdnem 300 lakásról, sőt, majdnem 400 lakásról, úgyhogy ezért ezt most dolgozzuk föl, az itt elkészült jegyzőkönyveket. Az önkormányzatnak 38 kollégája az, aki végigjárta az épületeket. Ugye számos bejelentést kaptam az elmúlt időszakban, hogy továbbadták albérletbe ezeket az önkormányzati lakásokat. Szerettük volna mindezt tetteneléssel is rekonstruálni. Úgyhogy reméljük egyébként ennek volt sikere, és azt hiszem, hogy üzenetértéke is van egy ilyen akciónak, ami a jövőre nézve reméljük, hogy aki esetleg rosszban sándikál, azt elriasztja. Attól szeretnénk, hogy tényleg a rászorulók, a jogosultak használják ki ezt a lehetőséget, amúgy is kevés lehetőségünk van itt segíteni, és ha már van lehetőségünk, akkor ténylegesen azokhoz jusson el, akik leginkább megérdemlik. Ezúton is köszönöm a hivatal kollégáknak azt, hogy a plusz idejükből, az esti órákban is ebben közreműködtek és segítették a tulajdonosi jogaink és szempontjaink érvényesülését. Tisztelt képviselő testület, szeretnék még szólni röviden a közfoglalkoztatásról. Az elmúlt években ugye a közfoglalkoztatás rendszerében jelentős és azt gondolom, hogy komoly beruházások történtek a kormányzat részéről. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos az, hogy javuljon a kerületi foglalkoztatottság, hogy minél több ember ne segélyből, hanem munkából tudjon élni. Csak szeretném érzékeltetni, hogy ez a folyamat a ciklusban hogyan zajlott. Ugye 2012-ben még 265 fót foglalkoztattunk a közfoglalkoztatás keretében, ez 2013-ban idén radikálisan nő, már 450 főre növekszik, és ez a 450 fő azt hiszem, hogy már egy nagyon jelentős mennyiség, és ezt 2014-ben tovább fogjuk növelni, 520 fő fog dolgozni a közfoglalkoztatásban.
Szeretném azt is kifejezni, hogy ez az önkormányzat részéről egy rendkívül kedvező anyagi konstrukcióban, ugye jó részt az állam, a kormány finanszírozásában történik, másrészt több olyan feladatot is el tudunk látni az így hozzánk csatlakozó kollégákkal, ami az önkormányzat kiadásait csökkenti. Ilyen például az épületek, ennek az önkormányzat épületnek a takarítása, ugye korábban külső vállalkozással láttuk el a feladatot, ezt most meg tudjuk oldani a közfoglalkoztatottak segítségével, azt hiszem, hogy megfelelő és jó minőségben, de ők azok, akik nagyon sokat segítenek nekünk a közterületek rendben tartásában, a parkok, a közterületekre lehullott falevelek összesöprésében és az egyéb zöldfeletti munkákban, de ugyanakkor az önkormányzat adminisztratív feladataiban is tudnak segíteni és közreműködni. Tehát ez egy jelentős növekmény, ráadásul az idei év őszén már nem csak munkát biztosítunk számukra, hanem képzési lehetőséget is, tehát beiratjuk őket alapkompetencia képzésre, már az alapfokú végzettségüket, illetve a magasabb végzettsége rendelkezőket pedig OK és bizonyítványt adó képzésekhez vezetjük, szakirányú képzéseket, amelyeket felnőtt képzőintézmények fognak lebonyolítani, tehát egyrészt munkát is tudunk biztosítani, másrészt tudjuk a képzettség javításával javítani a munkaerőpiaci helyzetüket, tehát szerintem ez egy jelentős és fontos hír. Tisztelt képviselőtestület, még nagyon-nagyon röviden szeretnék szólni arról, hogy az önkormányzat melletti területen két héttel ezelőtt beindult az ételosztás, amely egész évben minden pénteki nap délután 13 órától rendelkezésre áll rákosmente rászoruló lakóinak, de persze nem csak az itt bejelentett állandó lakcímmel rendelkező lakosok vehetik ezt igénybe, hanem azok is, akik esetleg hajlék nélkül élnek. Az önkormányzat és az adományház egyesület közösen és a képviselőtestületben helyet foglaló képviselők keretük segítségével is jövő tavaszig a hideg elmúltáig biztosítják a lehetőséget. E hét pénteken például a Magyar Katolikus Karitász részéről Mádud Dalma, az egykori köztársasági elnök úr Mádud Ferenc özvegye jön, és közösen adjuk át a meleg ételt a rászorulóknak. Megjegyzem itt zárójelben, hogy az Adományház Egyesület nemrég szerződést kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, akik ugye a kerületbe költöztek nemrég, és az Élelmiszerbank további élelmiszerekkel látja el így még a leves mellett a rászorulókat, ami azt hiszem, hogy nagyon jó dolog. Még azt hagyd mondjam el, hogy előttünk áll a csatornázási beruházás, megkezdődött, megtörtént az első kapavágás Rákoskerten, végre valahára, és jövő tavasszal pedig Rákoshegyen és Rákoscsabán is folyik a munka. 87 kerületi utcát érint, 1,2 milliárd forintból, amely 83 millió forintot jelent Rákos mentének, valósul meg ez a projekt is, az önkormányzat belterülete így gyakorlatilag 100%-ban csatornázat lesz, reményeink szerint 2014 őszéig. Végezetül még szeretném felhívni a figyelmet minden képviselőtársamnak arra, hogy jövő héttől az Advent a Főtéren című programunk kezdetét veszi. Szeretnék röviden szólni arról, hogy milyen tartalmakkal ismét megnyílik a jégpálya, amely kedvezményes áron fogadja a rákosmenti embereket. Ismét lesznek faházak. Tavaly 13-hoz képest most már 16 faházat állítunk föl, ahol igényes, kifejezetten igényes kereskedelmi termékek forgalmazására kerül sor, leginkább a kézműves termékeket preferáljuk a magyar termelőktől. Ezen túlmenően nyilván lesz gasztronómia és folyamatos színpadi program, országosan is híres előadókkal, állatsimogató, látványkovács, és természetesen az elvalhatatlan nagy karácsonyfa is a térre kerül. Idei évben először díszkivágítást is kap a főtér, sőt tovább megyek, december 31-én egy eddig még a kerületben nem látott szilveszteri bulira is sor fog kerülni, amelyet azért szervezünk, hogy ne kelljen feltétlenül elutazni más kerületekbe, más városrészekbe a rákosmentieknek, hanem itt köszöntsék együtt a főtéren az új esztendőt. Erre a rendezvénysorozatra mindenkit szeretettel várunk és hívunk. Részletekről természetesen majd a
sajtó hasábjönnyet, vagy kiadványokban fogunk tájékoztatást adni. Zárásképp testületi ülésen azt gondolom, hogy talán illik számot adnom arról, hogy a kerületben az elmúlt hetekben történt több olyan tragédia, ami kapcsán segítséget kellett nyújtani. Ilyen segítség nyújtás volt például a Lajosház utcában történt brutális bűncselekmény kapcsán a sértettek javára kezdeményezett adománygyűjtés, ugye egy 4 és egy 6 esztendős kisfiút ért egy szörnyű támadás, gyógyulásukért azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tenni a tőle telhetőt, és a további életüket is azt hiszem, hogy segítenünk kell, ezért indítottunk egy adománygyűjtést, amelyre polgármesterként egyőre 100.000 forintot utaltam át, és erre hívtam fel a kerület lakóit, hogy lehetőség szerint támogassák, hogy ezek a kisgyermekek további életük folyamán megfelelő körülmények között nevelkedhessenek. A gyermekjogi szolgálatot kértem fel arra, hogy ezt a támogatást koordinálja, tehát a család csak rajtuk keresztül, és az ő ellenőrzésük alatt juthat hozzá ez a forráshoz. Szeretnénk, hogy további nevelésükre, iskoláztatásukra fordítódjék ez a gyűjtés. Mellette történt egy sajnálatos gázrobbanás is, ugye 9. utcában egy idős házaspárral, ráadásul ikerház volt, a ház nagyon rossz állapotban, statikai értelemben rossz állapotban került, úgyhogy itt 50.000 forint átutalásáról intézkedtem, és azt is szeretném itt elmondani, hogy még egy szomorú és tragikus eset is történt, bár ez nem a kerületünkben volt, de érinti a kerületet. Talán emlékeznek, olvasták a hírekben, hogy a Rám szakadékban egy tűzoltó lezuhant szolgálat teljesítés közben. A 17. kerületben lakott sajnos a tűzoltó, akivel ez a tragédia történt, és az özvegyét 100.000 forinttal segítettük, és a továbbiakban is szeretnénk gondot fordítani a családra, hogy az életük lehetőséghez képest megfelelő kerékvágányra kerüljön a jövőben. Tisztelt képviselőtestület, közbiztonsági blokkkal folytatjuk, de mielőtt ez megtörténik,